Az elmúlt években Tiszafüreden hagyományá vált, hogy a Majális programja mindig tartalmazott valamilyen kutyás kísérő programot. A nagy érdeklődés miatt döntöttek úgy a szervezők, hogy 2023-tól önálló rendezvényként jelenjen meg a kutyás majális. A második kutyás majálison vagyunk Tiszafüreden, a Mancsos Pancsodó elnevezésű kutyástrandunkon, ahol Tiszafüred város önkormányzata és a Tappan Segítő Kutyások Egyesülete közös rendezvény szervezeti már második alkalommal, de nem ez az első ilyen rendezvényünk. 2018-ban nyitotta a Tiszafüredi Kutyástrand, és azóta minden évben voltak programok. Most a majális alkalmából szerveztünk ide a négylábúaknak, és hát a gazdáiknak is egy ilyen rendezvényt, ahol családok és a házi kedvencek, a négylábúak együtt tudnak szórakozni, kikapcsolódni. Van szépségverseny, vannak gyermekprogramok, nagyon sok felajánlás érkezett támogatóktól, akiknek ajándékot tudunk adni. Egy nagyon jó kis családi rendezvény kerekedett itt ki. 2018-ban nyitott meg a Mancsos Pancsoló Tiszatavi Kutyastrand, ami hamar a kutyás turisták kedvence lett, és 2019-ben elnyerte a szállás.hu év turisztikai attrakciója második helyezését. 2023-tól a Tiszafüredi Kutya Iskolát is szervező Tappancs Segítő Kutyások Egyesületével együtt úgy döntöttek, önálló rendezvényként tartják meg. A feleségem döntött úgy, hogy eljövünk. Tavaly voltunk már itt egy rendezvényen, az nem ilyen szépségversenyes volt, hanem az ilyen rendőrkutyás bemutató, de nagyon tetszett ez a Mancsos Pancsoló. Hát mi Szegedről jöttünk egészen idáig, aztán a kutya élvezi, így mi is. Aki szeretett volna, állatasszisztált ügyességi versenyre is nevezhetett, majd bárki megmártózhatott a tiszatavi Mancsos Pancsolóhoz tartozó vizekben. Faragó Marian szervező elmondta, hogy ezúttal is nagy örömmel szervezték meg a kutyás majálist. Nagyon sok nevező érkezett hozzánk, különböző kategóriákba fognak indulni, külön szedtük a fajtatiszt és külön szedtük a keverék kutyusokat, és ott is a kistestű, nagytestű kutyusok külön vannak, külön csoportokba. Csoportonként fognak felvonulni, és bizonyos feladatokat kell elvégezniük, melyek alapján a bírók bírálják. Ezek a feladatok például az, hogy hogyan sétál együtt a kutyus a gazdával, milyen kapcsolata van, hogy alakítja ki, mennyire harmonikus a kapcsolata a kutya és a gazda között, mellette mennyire szocializált a kutyus, illetve nyilván a külemet is nézik a bírók. Már tavaly is sok érdeklődőt vonzott az esemény, így kétség sem férhetett hozzá, hogy idén is megszervezzük, fejtette ki Faragó Marian. Ezúttal is az volt a célunk, hogy izgalmas programokkal csábítsuk a partra a kutyás családokat.